wrote this ditty all about our city to bid you welcome, hello. So come to Winterberg, dancing Winterberg, laughing Winterberg, prancing Winterberg. She's full of life in Berg, skinny Dippenberg, drop fat beats and shake your butt in Berg. Social bónusz kéne. Vagy skill bónusz valahol. Skill bónusz. Club vibe kell. Hát ennyi. Mi lehetne még? Friendly bónusz vagy funny bónusz? Legyen friendly bónusz. Hey, Sophie! Sophie! Oké, megbeszéltük. Itt már buli lesz. Tizenhat pluszosan nyilvánítom most már ezt a sorozatot, mert ez így nem mehet tovább. Ő aludni fog. Nem, nap. De aludjál. Ő aludni akar. Hoppá! Hopp. De kedves! Fejbe ott az, hogy gratuláljon az új munkahelyemhez, és úgy gondolja, hogy ez remek lesz nekem. Pont alkalmatos. Szerintem is. Köszönjük szépen. És akkor aludjunk. Sophie is a cheerful sim. Gyakrabban boldog. Ez remek hír. De ki csörög? Én hallom, valakinek csörög a telefonja, de nem tudom kié. Most Sophie-nak még mindig miért ilyen fura neve van? Na mindegy. Viszont ha kialudta magát, akkor... Fürcsi. Egy teszt. Bisi. Én pedig főzök. Mac and cheese-t. Főzök. French toast-ot. Ami gourmet kaját is kéne csinálni, úgyhogy csinálok ilyen fokhagymás nudlit. Meg mondjuk egy... gourmet fruitcake-et. Jó. Aztán elmegyek WC-re. Jól fellángolt. És már lehet is enni. Csajszi még aludja az igazak álmát. Egészségére. Jó, menjek WC-re. Értem. Közben a jó kajákat elpakolom. Ezt kidobjuk. Ezt pedig folytatjuk. Ami megromlott, azt dobjuk ki.
Tök jól szórakozok. Közben ugye alakulok. 75% kész. Ez remek. Akkor még egy gurmét kell főznünk, ami mondjuk legyen akkor egy joghurt parfé. Most már nem nudlizok. Az akkor a joghurtot megkapja a csajszi. Hát igen, mert ez már megromlott. Ez mi? Ez egy növény? Úristen! Ez egy szemét növény! Jó! Ez fura. Ez nekem még túlságosan fura. De mindegy. Csajszert nagyon kell már pisilnie. Be is fog pisilni. Fene egye meg. Na nézzük. Terhese a nő. Terhes. És most arra van szükséged, hogy... Jó, beszéljük meg. Jó. Ez egy jó kör volt. Én meg mit csináljak? Készen vagyok már, nem? Aha. Akkor... Még egy picit alszok. Sőt nem. Inkább takarítok. És kinő a szemétnövény! Úristen! Parfé egybe van még? Persze. De legalább a csaj már jól érzi magát. Ez is egy szempont. Rendben, ezt megeszi. Aztán feltörli a tócsát. Jó gyümölcsösre sikerült. Ide látni, mennyi gyümölcs van benne. Szép. És már very playfulok vagyunk. Az úgy érdekes. Akkor már fessen egy playful festményt. Nézzük, mennyire tudsz festeni. Eddig. Nem hiába az én nőm. Mégsem annyira túl szép, de playful. Az a lényeg, nem? Megkeretezzük és kitesszük ide. Nagyon szép. Nagyon jó.
Kicsit romantikázzunk már. Soha el nem múló szerelem megemlítése annyira romantikus. Fogják egymás kezét egy kicsit, csinálják együtt egy képet. Csodás. Na, megy ez meg magától is. Mi kell ahhoz, hogy előre tudjunk amúgy lépni? Silver Dinner Party Event. Azt ma estére meg lehetne beszélni, ha nem dolgoznék. És a csaj? 6 órán keresztül gyakorolni a zenét, és 2 órán keresztül hallgatni. Jó, ez megoldható. És kisúrolja, de rendes! Együnk mac and cheese-t. Tudtátok amúgy, hogy lehet készíteni mikróban is mac and cheese-t? Nézzétek meg a videómat a jobb felső sarokban, és akkor többet is megtudhattok a témával kapcsolatban. Fagyi! Vaníliás. Az inventoriában megtalálható. Hideg! Agyfagyás! Jaj! És neki is van házi feladata. Így olyan dolga, amit... Mindig mindenki tartogat magánál, holottal is lehetne adni egy dollárért, hát nem jó üzlet? Ezt is adjuk egy dollárért. És olyan jó, mikor két cím nem zavarja egymást a fürdőszobában. Ha... Na mi van? Nézze, mi történik. Ne hány be! De befogsz. Olyan jól szorakozok amúgy a habfürdőbe. Egyél még fagyit. Finom. Frank St. Beans-t akar csinálni. Jó, csináljon. Megengedem. Még nem lesz olyan finom. Közben megszerelem a kárat. Mert a jó férj az olyan, hogy megszerel mindent, ami áramlik. És elértem a 2. szintet. Végülis finom. Club Gatheringet szeretne. Meg 100 dollárt abból, hogy elad festményt. Ez mennyi pont? 50? Jó.
közül még egy picit alszok. Nekem ugye délutántól van meló. Jó, elég lesz ennyi. És már playful is vagyok. Jó. Elteszem, ezt megeszem. Nekem hogy is kell bemennem? Inspired-be. Akkor viszont gyorsan egy inspired festmény kéne. Nem lehet. Fene egye meg. Akkor van inspired kaját. Biztosan van inspiráló kaja. Ne, nincs. Hát jó, akkor viszont úgy kell inspiredbe jönnöm nekem, hogy festegetek. Még itt playful paintinget. Addig alszik Sophie. Kíváncsi leszek, mit festek. Fogalmam nincs lesz ez. Ja, egy pattogó labda. Na, inspired vagyok. De mennyi időre? 4 óra. Tökéletes. Nice speed and spice it. Lehet menni dolgozni. Dolgozz keményen. Csaj. Hey Sophie, szeretnék veled lenni a Powerhouse klubban. Szóval gyakorlatilag meghívnak bele. Szeretnénk-e ott lenni? Jó, benne vagyok. Üdvözlünk a Powerhouse-ban. Örülök, hogy úgy határoztál, hogy hozzánk csatlakozol. Van egy gyűlésünk, és szeretnénk, hogyha itt most be tudnál nekünk mutatkozni. Szeretnél jönni? Most nem. Sophie szeret enni, viszont nagyon mérges, hogyha éhes. Úgyhogy annyit eszek, amennyit akarok. Rendben. Akkor együnk French toastot. Vegyünk sztereót. Rendben, veszek sztereót. De csak mert szeretlek. Jaj, az itt lesz valahol.
Jó lesz ez a wall speaker. Elfogadta. Listen to pop. Szeretnék menni le egy klubba? Nem. És nagyon boldog. Éljen. Mit iszol? Orange juice. Hát én nem ajánlanám, de jó. Ahogy gondolod, Sophie? Istenem, mindjárt sírok.